Ezer és meg annyi ingyenes program várja az érdeklődőket a marcalvárosi aluljáróban, ahol uniós támogatással valósult meg az Okos Hely, ezer okod van, hogy gyere be című közösségfejlesztő projekt. A tavaly novemberben indult programsorozat jövő januárig tart, és a mindennapi klubfoglalkozásokon kívül minden hónapban vannak nagy rendezvények is. Ingyenes minden programunk, van egy nyitvatartása a közösségi kávézónknak is, valamint van egy információs irodánk is, de általában hétfőtől szombatig mindig nyitva vannak. Van, amelyik nap délelőtt, van, amelyik nap csak délután, de például, mint ma is itt vagyunk mi is, mint munkatársak, mint közösségfejlesztők, és ilyenkor kinyitunk mindent, és akkor lejöhetnek a gyerekek. Azt tapasztaltuk, hogy általában egy ilyen délelőtt 10 órától 4-5 óráig van a legnagyobb mozgás itt az aluljáróban, és hát igazából ez a legnagyobb célunk, hogy itt az aluljárónak a közösségi életét fellendítsük. A cél, hogy a közösség együtt legyen, nagyon jól működik. Többek között a Babamama klubba is mindig sokan ellátogatnak, ahol mondókázással, ölbéli játékokkal ütik el az idő nagy részét. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. A sok móka és kacagás mellett pedig arra is lehetőség van, hogy kérdéseikre vagy épp problémáikra kapjanak választ a résztvevők, hiszen egy klubon belül azonos élethelyzetben érdeklődési körrel rendelkező közösségben vannak. Klubunk lényege, hogy az otthon lévő kisgyerekes anyukák egy közösséget tudjanak létrehozni, vagy összejárni esetleg a gyerekek már kiskorba. Találkozzanak a közösség fogalmával, ne pedig amikor bekerülnek a bölcsödébe vagy óvodába, már előbb alakuljanak ki ilyen kis barátságok esetleg, illetve az anyukák, hogy tudjanak egymással beszélgetni. Hasonló problémáink vannak, hasonló dolgok érdekelnek minket, hogyha talán teremtünk egy ilyen közösségi helyet, akkor könnyebben meg tudjuk oldani a mindennapi gondjainkat. A marcalvárosi aluljáróban tehát mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb programot, klubot, ahol korosztálytól, élethelyzettől függetlenül közösségre talál. Aki nem be-